Szeretettel köszöntök mindenkit, időről időre kötelesül tájékoztatni önöket az építkezés menetéről, mikéntjéről, és ennek első epizódját látják. Ígérem, hogy hetente, két hetente a beruházás alakulásáról vagy kollégáim, vagy jó magam mindig számot fogunk adni. Nos hát, mint láthatják, átadtuk a területet a vállalkozóknak. Csütörtök délután 4 óra van, jelen pillanatban 2 ember van itt. A feltárás során sajnos sokkal rosszabb műszaki állapotot tapasztaltunk, találtunk, mint amit reméltünk. Ez kicsikét megbonyolítja a helyzetet, de mint látható, az épület ki van ürítve, megmaradtak az öreg régi falak. A tetőszerkezetből sajnos a feltárás során derült ki, hogy nem egy fal, nem csak el van szubasodva, hanem van, ami már üszkösz is volt, megégett az észházó során. Úgyhogy mindenképpen megkértem a vállalkozót, a kivitelezőt, sőt felszögöttem rá, hogy amennyi anyagot meg tudnak menteni, azt mentsék meg, és építsék vissza a leendő új épület tetőszerkezetébe. El is vitték már konzerválásra ezeket a megmaradt szarufákat. Itt lesz a leendő pia, ez lesz a vásárcsarnokunk, de ebből most még nem sok látszik. Ez a tér, ami itt mögöttem van, ez lesz a belső piac tér. És ha a kamera körbeforog, akkor lehet látni, hogy ott van egy épület, hiszen nagyon sokszor felmerült, hogy miért ilyen késő kezdődött az építkezés. Hát többek között azért is, mert időközben ezt az épületet az önkormányzatnak meg kellett vásárolni. Majd megkérem Tóni bácsit, hogy sétáljon hátra, és mutassa be, hogy az épület mögött milyen hatalmas nagy piactérre van lehetőségünk, amit akár parkolóként, akár idéglenes vásárlótereként tudunk majd használni. Ez a belső piac téren kap majd elhelyezést a fedett elárusítóhely az őstermelő számára, belül a vásárcsarnok belső területén pedig bent kialakítandó elárusító kis boltokból pedig állandó bérlőket szeretnénk, akik ezt állandóan üzemeltetnék, hiszen az a tervünk, hogy a vásárcsarnok a hét napjából 5 alkalommal legalább működőképes legyen. Tehát nem csak egy ilyen hétvégi piacban gondolkodik a város vezetése, hanem egy állandó minden nap üzemelőben. Ezen a részen, ahol most állunk, a belső piactéren pedig a város tulajdonában lévő faházakat szeretnénk majd letelepíteni, és ott is elárusításra, eladásra biztosítunk majd lehetőséget vállalkozóknak, helybélieknek és távolabbról jövőknek, hogy a saját portékáikat tudják értékesíteni. Nos hát, mára ennyi. És ígérem, hogy a jövő héten a képviselőtestület tagjai is kijönnek ide, és arról is tulajdonképpen a rövid helyszíni tudósításban értesítjük önöket. Köszönöm, hogy meghallgattak. Előre a vásárcsarnoké. Mindenkinek köszönöm a figyelmét.